Amivel nagyon szeretném kezdeni, hogy fantasztikus volt a közönségünk az Alba elleni mérkőzésen, és nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ilyen vasárnapi estén is ott voltak a csapat mellett, és támogattak minket. Nagyon remélem, hogy a mostani mérkőzésen meg tudjuk hálálni azt a fantasztikus szurkolást, amit hétről hétre, amivel hétről hétre segítenek bennünket. A soros ellenfelünk ugye a velünk együtt feljutott vasas csapata lesz. Amit tudni kell róluk, hogy a nyáron eléggé átalakultak, fiatalokat igazoltak, illetve olyan játékosokat, akik koruk ellenére már rendelkeznek NB1-es tapasztalattal. Az egyik legfőbb változás, hogy egy nagyon rutinos tapasztalt szakember vette át Penszki Gergőtől a csapatot, ő Konkoly Csaba, aki ugye Győrbe dolgozott nagyon sokáig, és 4 évig volt az Ódéjtónak a vezető edzője, BL döntőt is játszott már, úgyhogy nagy tapasztalattal fog bírni. Amire készülnünk kell, az mindenképpen ugye a tavalyi szezonból azért a Vasasnak egy magja együtt maradt, és abban is ugye kiemelkedik a Szilovics Fanni, aki ugye vezeti a házi góllövő listájukat is, de emellett nagyon sok olyan jó játékost is tudtak igazolni, mind beálló poszton, mint a Dombi, illetve a Sérián személyébe, akik úgy szintén azért komoly tapasztalattal rendelkeznek, de hát itt azért említhetném ugye a Juhászt is, említhetném a Vámosit is, vagy akár a Pénzes Laurát, tehát egy nagyon-nagyon komoly játékerővel bírnak. Én azt gondolom, hogy nagyon komolyan bele kell állni, én elmondtam a lányoknak ebbe a mérkőzésbe, mert mikor nyerünk, ha nem most, mikor nyerünk, ha nem itt a szünet előtt, és próbáljunk meg ragadni ugye itt a középháznak a végére, illetve az, hogy az alsó régiót egy kicsit összesűrűsítsük. Ennek érdekében mindent el fogunk követni. És hát nagyon föl kell készülnünk ugye itt a gyors indulásokra, gyors középkezdésekre, a sávba történő indításokra. Ezeken végigmentünk a héten. Hát nagyon remélem, hogy sok mindent vissza fogok kapni ebből, és hát mindent el fogunk követni, hogy méltók legyünk arra, hogy ilyen szurkolótáborunk van.